Rákóczi napokat akkor kezdeményeztük, amikor megkaptuk a hivatalos engedélyt a névhasználatra, és ez 2002-ben történt. A következő években már tartottunk egy-egy napos megemlékezést, és 2005-től pedig egy heti programsorozatot alakítottunk ki, aminek megvan a váza azóta is. Ebbe igazából a főiskola szeretné megmutatni a saját arcát a világnak, így mindig van, és most is volt, vasárnap kezdődött egy sportversenyre, röplabdába méretetnek meg a kárpátaljai csapatok, amibe bekapcsolódnak a felsőoktatási intézmények, de más települések is. Most is 6-7 csapat volt, akik itt röplabdá mérkőzéseket játszottak. Minden éven, így most is, általában van egy kiállítás, mint a mai nap, a Révész Imre tárlat. Már a Révész Imre társaság kiállítását a főiskola megalakulása óta folytatjuk, hiszen az első tárlat valamikor 1996-ban volt, az nem tegnap történt, de minden éven igyekszünk meghívni a helyi művészeket, kitalálni, hogy milyen tárlatunk van. Volt úgy, hogy főiskolai tanártárlata lett bemutatásra, vagy, mint ma is, a Révész Imre Társaság tárlata. Minden második éven tartunk kórus találkozót. Ezt 2005-ben kezdeményeztük, és tegnap volt a 10. kórus találkozónk, mert eleinte, évente megrendeztük. 2005-ben a narancsos forradalom után mi úgy éreztük, mint Rákóczi főiskola, ami nem csak a magyarok, hanem az itt élő ruszinok, Rákóczi leghűségesebb névének is a területe, és a románoké is, megszólítottuk a kárpát-romaljai magyar felsőoktatási, nem csak magyar felsőoktatási intézményeket, hogy egy közös öröméneklésre jöjjünk el, hisz 2005-ben azt hittük, hogy itt a világ megváltozik, csodálatos és könnyű lesz az élet a továbbiakban, hiszen végre győzött a demokrácia. Azóta ez tradícióvá vált, és nemzetközivé. Például a nemzetközi kórus találkozón 10 kórus lépett fel, 5 országból, így jelen voltak a Párciumi Keresztény Egyetem kórusa, itt volt a Felvidéki Selye János Egyetem kórusa, az Egri Egyetem kórusa, a Nyíregyházi Egyetem kórusa, az Ungvári Egyetem, a Munkácsi Egyetem, a Főiskola kórusa, tehát nagyon széles volt a repertoár, és azt is tudni kell, hogy ebből vannak olyanok, mint a Főiskola kórusa, ahol ugye nincs énekzene oktatás, még mondjuk a Párciumi Egyetemen kántorképzés van, tehát az övék egy professzionális kórus, vagy mondjuk az Ungvári Egyetem mellett itt volt az Ungvári Zádor Dezsem Művészeti Iskola kórusa, akik szintén professzionalisták, vagy a Munkácsi Egyetem kórusa, akik szintén az énekzene szakos tanárokból állnak össze. Nagyon magas színvonalú volt, ez úgy zajlik, hogy általában az intézmény himnuszát meghallgatjuk, majd közösen elénekeljük a diák himnuszt, a Gaudeamust, ami gyönyörű, amikor 400-500 diák egyszer énekli, és zárásképpen a Berkesi Sándor karnagy által megzenésített Pro Patria et Libertate rövid kórusművet, ezt előre megkapják, és ezzel ér véget. Ez egy örömünnep, a zene és a barátság örömünnepe, ahol találkozhatnak diákok diákokkal közvetlenül. Minden éven tartunk egy tudományos konferenciát, amit mindig más tanszék szervez. Ebben az évben a pedagógiai tanszék feladata a tudományos konferencia, és az ukrán új oktatási iskola, vagyis a Nova Ukrainska Skola kihívásaira adható válasz. Inkább úgy fogalmaztuk meg, hogy hogyan zajlanak az ilyen innovációk, mint nálunk Európában. Ez is nemzetközi hírű lesz, holnap kezdődik, kétnapos konferencia, és pénteken délben lesz a zárása a rendezvénynek. És az utolsó nap szombat hagyományos, ilyenkor hazavárjuk a főiskolánk volt végzőseit, aki éppen akkor ráér, tudja, hogy Rákóczi Ferenc születésnapjának hetében, szombaton jöhet az Alma Materbe, ahol egy borvacsorával egybekötött mulatós est van, hol együttest hívunk, hol humoristákat. Most éppen saját kútfőből fogunk táplálkozni, és a főiskola volt tanárai, volt diákjai tartanak borbemutatót, akik ezzel foglalkoznak, adnak elő
stand-up comedy előadásokat, és fognak énekelni és zenélni, és egymást szórakoztatva egymásra találunk. Azok is, akik esetleg 20 évvel ezelőtt végeztek, meg azok is, akik tavaly előtt, hát ha ezzel is egy közös nagy családot alkotva tudjuk formálni azt a kárpátaljai jövőt, amit a főiskola koncepciójában felvállalt.